Az áramszedőn még állítani kell, és már is indulhat Budáról Pestre az egyes villamos. 27 éve, 1984-ben adták át az egyes villamos vonalának első szakaszát. Kifejezetten gyors villamosnak tervezték. Azóta viszont egyszer sem újították fel a pályát, így teljesen tönkrement. Több helyen annyira rossz állapotban van, hogy 10-15 km/h sebességkorlátozást kellett bevezetni. A villamos a Bécsi út és a Rákóczi híd Pesti hídfője között közlekedik, pedig eredetileg úgy tervezték, hogy átmenjen a hídon. A vágányok helye azóta is megvan. Most viszont kibővítik a pályáját a Fehérvári útig. A Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója azt mondja, a dél-budai kerületekben élők úgy juthatnak majd át Pestre, hogy nem kell bemenniük a belvárosba. A csaknem 41 milliárd forintos beruházás keretében a Mexikói út és a Gubocsi út között közlekedő hármas villamos pályáját is felújítják. És nem csak a fővárosban fejlesztik a villamos hálózatot. Szegeden felújították mind a három meglévő vonalat, és egy újat is építettek. Ezt várhatóan néhány héten belül átadják. Debrecenben és Miskolcon is épül egy-egy új vonal. Pécset pedig több mint 50 év szünet után indítanák újra a villamos forgalmat. A 2014 és 2020-as időszakon belül, ha a pozitív kormánydöntés megszületik, akkor Európai Uniós forrásokból, Európai Uniós finanszírozással elindulhat a villamos beruházás Pécset. Az infrastruktúráért felelős államtitkár szerint a kormány célja, hogy a korszerű és gyors kötött pályás közlekedés reális alternatívát kínáljon az autósoknak. Nagyon fontos szempont a kötött pályás közlekedésnél, hogy egyrészt energiahatékony, környezetbarát, a megújult vonalak viszonylag csendesek és gyors közlekedési módot tesznek lehetővé, hiszen nincsen a gépjármű torlódáshoz kötve a kötött pályás közlekedés. Az Európai Unió a kötött pályás közlekedés fejlesztését kiemelten támogatja. Az 1-es és 3-as villamos vonal felújításánál a költségek 94%-át állja. Vitézy Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója a vendégem. Jó reggelt kívánok! Hát az biztos, hogyha majd felújítják az 1-es, illetve a 3-as villamos vonalát, akkor az nem fog függni a közlekedési dugóktól, és valóban sokkal gyorsabb lesz. De vajon mi lesz addig? Tehát mennyire keseríti meg a környéken élő közlekedők életét ez a két beruházás, felújítás? Jó reggelt kívánok! Én azt gondolom, hogy a mai helyzet keseríti meg a legjobban az ott élők közlekedését. A villamos ma zárt pályán a dugókat elkerülve tudna haladni, de olyanok a pályaállapotok, hogy mondjuk az Árpád híd térségében 10-15 km/h sebességkorlátozásokat kellett a BKV-nek bevezetnie, hogy egyáltalán fel tudja tartani a forgalmat. És ez aztán igencsak bosszantja az embereket joggal, hogy ott ülnek a villamoson, ami tudna haladni, hiszen nem áll a dugóban, és mégis az autók, még ha dugó van, akkor is sokszor elhúznak a villamos mellett. Hát és ugye az Árpád hídon pedig 70-nel lehet autóval közlekedni, a villamosok pedig tényleg döcögnek. Azt gondolom, hogy ez a legbosszantóbb persze, amíg épül majd a villamosvonal, lesznek forgalomkorlátozások, villamospótló buszokat fogunk majd forgalomba állítani 2012-ben is már, és 2013-ban is az 1-es és a 3-as vonalán. De azért azt gondolom, hogy ilyen típusú vágányzárak, egy nyári pótlások azért már sokszor voltak a városban, és ezeket, ha az emberek azt tudják, hogy ennek a végén viszont egy olyan villamos közlekedés lesz, amilyen bárhol egy európai nagyvárosban, akkor azt gondolom, hogy ezt türelemmel fogják viselni, már pedig olyan lesz. Itt nem egy egyszerű síncseréről van szó, hanem a teljes infrastruktúrát megújítjuk az áramellátástól, a vágányok teljes ajzatáig és a teljes környező infrastruktúráig, és olyan vágányokat építünk ki először Budapesten, amelyen a villamos 50 km/h-nál gyorsabban 60-nal vagy 70-nel is tud közlekedni. Bocsássa meg, miért kellett erre várni 20, nem tudom én, 5-6-7-8 évet? Ez egy nagyon jó kérdés. Eleve ugye az egy tény, hogy a BKV-nak sokkal kevesebb forrása volt eddig pályafelújításra, a villamospályák karbantartására, mint mondjuk amennyit a város útfelújításra költött. Az új városvezetés korrigált ezen először, és 2011 az első olyan év, amikor több mint 1 milliárd forint jut az ilyen villamospályák karbantartási felújítási munkákra most, amikor beszélgetünk is, a Szentgellért rakparton zajlanak például a munkák, és nem sokára kezdjük az 59-es felújítását. Tehát eleve több pénzt költünk, nyilván nincs végtelen mennyiségű forrása a városnak, tehát most sem jut annyi, amennyi kéne, de sokkal több pénzt költünk villamospálya felújításra, mint korábban, amikor volt év, amikor nullát költöttek. Ez az egyik fele. A másik pedig, hogy ez az egyes villamos projekt, ez 9 éve van tervbe véve. A korábbi években képtelenek voltak olyan projektet összerakni, amely
képes lett volna uniós támogatást lehívni, miután a BKK létrejött, és átvettük ezt a beruházást, az egész műszaki tartalmat felülvizsgáltuk, egy új dokumentációt összeállítottunk, ezt nyújtottuk be a kormányhoz, és nem csak, hogy a kormány mellé állt, és a főváros ezen célkitűzését támogatta, hanem az Európai Unió olyan jónak ítélte meg a beruházást, hogy 94%-ban, ez egy egyedülállóan magas arány, ilyen talán nem is volt még a közlekedési beruházásoknál, 94%-ban finanszírozza ezt a projektet. Ugye azt mondta, hogy 2012-től állnak műszakba a villamospótló buszok, ez azt jelenti, hogy az érdemi munkálatok akkor kezdődnek meg, tehát jövő január, február? Nem olyan korán, ez inkább a nyár második fele lesz, ugyanis még a kiviteli terveket, azokat most, hogy megvan az uniós támogatás, most készítjük el, és ugye a kivitelezési közbeszerzések utána indulnak. Én azért fogalmazok óvatosan, mert tudjuk jól, hogy ezeket a közbeszerzéseket megtámadják, ezek el tudnak húzódni akaratunkon és tudásunkon kívül is. Tehát én abban bízom, hogy 12 nyár végén meg tudjuk kezdeni a munkákat. Az érdemi nagyberuházások 13-ban és 14-ben lesznek, és először a pályafelújítással kezdjük, mert az 1-es és a 3-as vonal is nagyon rossz állapotban van, és kicsit később fog megvalósulni a projektnek a második felében, de szintén 14-ig a Rákóczi hídon való átvezetés az 1-es villamosnak, hiszen ez egy nagyon régi adósság. Mióta a hidat átadták, ígérték, hogy átviszik a villamost végre Budára, tehát nem történt soha semmi. Most szereztünk hozzá uniós támogatást, és át fogjuk vinni a Rákóczi hídon az 1-es villamost. Át Bringára, ugye átalakítják az Andrássy út bicikli útját a Magyar Kerékpáros Klubbal együttműködve, az ő javaslataikat figyelembe véve, hogyan és milyen biciklis barát beruházások történnek még a fővárosban? Rengeteg biciklis barát beruházás történik, és hát ugye itt az előbb szó volt a benzináról, azt gondolom, hogy Budapesten nagyon is van jövője a kerékpáros közlekedésnek, amire nagyon oda kell figyelni, hogy olyan infrastruktúra épüljön ki, amiben lehet szabályosan kerékpárral közlekedni, anélkül, hogy balesetveszélyes helyzet jönnének létre, és anélkül, hogy egymás agyára menjenek a különböző módokkal, autóval, biciklivel közlekedők. Ezen dolgozunk, ezért építünk Budapest számos külső kerületében, jelenleg is zajlik a beruházás 7 útvonalon kerékpárutakat, ezek a külvárosokba bevezető hosszabb útszakaszokon vannak. Ennek érdekében a belváros teljes kerékpáros baráttá alakítását megkezdtük. Ennek egyik első eleme lesz az Andrássy út, ahol ugyan van kerékpárút, de nagyon balesetveszélyes és rossz, mert ugye a parkolóautók mögött mennek a járda és a parkolóautók között a biciklisek, ezért takarásban vannak a jobbra forduló autók mögött, és egy elég kényelmetlen szituáció alakul ki. Ez most megváltozik, megcseréljük ugyanúgy, mint hogy bármilyen normális forgalmi rendben a parkolóautókat és a kerékpárosokat, illetve az oktogon után kialakítjuk a kerékpárutakat. És ami még nagyon fontos, hogy bevezetjük Budapesten a közbringa rendszert, a Bubit, ez 2013-ra lesz meg, és azok is tudnak kerékpározni Budapest belvárosában, akiknél éppen nincsen ott a saját bicikliük. Igen, ez majd egy más, amikor lehet bérelni bicajokat egyik pontról. És lehet tenni bárhol, ez egy önkiszolgáló rendszer lesz, több mint 1000 kerékpárt fogunk elhelyezni 2013-ig a belvárosban, ez a szűkenvet belváros, és ha valaki nem tud kerékpárra bejönni, mert a gyerekét autóval vitte iskolába, vonattal jött be a városba, egyszerűen nincsen saját bicikli, ezernyi oka lehet ennek, akkor a városon belül egyik pontról a másikra is tud majd a bringával közlekedni. Újabb beszélgetés témája lesz, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.